Szeretettel köszöntöm a Fénytelevízió nézőit, ma este egy újabb műsorra jelentkezünk. A címből is már rájöhettek, önkormányzati kérdésekről, várost érintő problémákról fogunk beszélni meghívottjainkkal, Csergő Tibor András polgármesterrel és Angi Zoltán városmenedzserrel. Mielőtt köszöntöm Önöket, uraim, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Jó estét kívánok! Mielőtt rátérnénk a mai témára, azért megkérem Angi Zoltánt, hogy kicsit mutassa be, hogy mi is egy városmenedzser feladata, jelen pillanatban önnek mi a feladata városmenedzserként? Igen, tehát jelenleg az én feladatom a beruházás és a beszerzési osztályoknak a koordinálása, vezetése. Eddig próbáltuk a beruházásokat, szerződéseket, pályázatokat átnézni, úgy érzem, hogy most már nullába kerültünk, elég sok problémával szembesültünk. Szerencsére az osztályt is fel tudtuk tölteni, mert ugye majdnem senki nem volt, saját magamnak kiadtam és leellenőriztem a munkát. És most már úgy érzem, hogy választások után, 6 hónap után most már elkerültünk abba a pontba, a nullába, ahol most már tudunk előre menni. Polgármester úr, mennyire sikerült felépíteni úgymond az önkormányzat apparátusát, hány ember áll most rendelkezésre, hogy segítse az ön munkáját? Hát a legideálisabb helyzet az számunkra, hogyha az egész város a rendelkezésünkre áll, és mindenki segíti a munkánkat. Hát ugye itt a városmenedzser, vagy ahogy mondják hivatalosan, az adminisztrátorul publik, a city manager, az valójában egy polgármesternek lehet akár a jobb keze, vagy lehet akár a bal keze, most attól függ, hogy akkor az alpolgármestert melyik oldalra tesszük, és gyakorlatilag ugye megvannak azok a bizalmi kapcsolatok, vagy az a fajta szoros kötődések egy ilyen rendszerbe, hogy akkor a legnehezebb problémákat akkor egy ilyen alpolgármesteri, vagy városmenedzseri szinten kell ugye felhozni, megbeszélni, és esetleg döntéseket is hozni. Tehát gyakorlatilag én azért örülök, mert Angi Zoltán valahol a szemem, a fülem, és mindahova, ahol nem jutok el, akkor is, ha vannak kényes kérdések is, amelyekre be nincs idő kellőképpen részt venni, akkor általában őt szoktam megbízni. Tehát hogy ugyanígy, ahogy egy ilyen polgármesteri hatáskörben, akár egy kórház menedzsmenti versenyvizsgának az ügyét nézzük, vagy akár a Monturisztnak az ügyét nézzük, akkor általában akkor egy ilyen biztos embert szoktunk küldeni, vagy delegálni az ügyeknek a rendezésébe. Most persze ki mennyire fontos, ez a feladattól függ, és én azt mondom, hogy bárki bármilyen feladatot kap, attól a pillanattól fogva mindenki fontos. Tehát, hogy mindenki fontos, kezdve a kapustól, a söfőrig, a mellégazdaság munkásaitól, a pályázatíróig, tehát mindenkire szükség van, és mindenki fontos. Június elején járunk, jó esetben ilyenkor már dübölög a turista szezon, de hát ezt most sem az időjárás, sem a pandémia nem igazán tette lehetővé. Mégis arra kérem, hogy beszéljünk egy kicsit Gyergyőszent Miklós gyöngyszeméről, a gyilkostó üdülőtelepről, és azt, hogy arról, hogy hogyan látják önök az üdülőtelep jelenét, jövőjét, milyen beruházásokat terveznek, mi zajlik most ott? Hát ugye nagyon régóta halljuk, hogy ennek a városnak az egyik ékessége, természeti, tehát legnagyobb természeti értéke a Gyilkostó és a Békási szoros. Ugye a Gyilkostó rövid történetének hozzátartozik, hogy körülbelül ugye a megközelíthetősége révén is, hogy körülbelül a két világháború között kezdett turisztikai övezetté válni, és egyáltalán akkor az akkori városvezetésnek és a városi akaratnak igenis volt egy elszántsága annak tekintetében, hogy ott egy nagyon komoly turisztikai létesítményt hoz létre, mint üdülőtelep. És ez a 30-as években el is indult és sikerült. Csak a 30-as évek turizmusa nem egyforma a 2000, vagy illetve a 21. század turizmusával. Az akkori turizmus az egy elitizmusba hajló turizmus volt, manapság meg tömegturizmusról beszélünk. Na ugye változtak az idők, a Gyilkostornak a felvirágzása az elsősorban a röpke 4 éves magyar időszakhoz is köthető, akkor indultak meg
egyre inkább a beruházások, de az kevés volt ahhoz, hogy egyáltalán valami látszódjon. De a kommunizmus évei alatt ugye kivirágzott a gyilkostói turizmus. Persze ez egy államilag vezetett, rendezett, finanszírozott turisztikai létesítményének a felépítéséből áll, és úgy nagyjából a 70-es és a 80-as évek első felére ugye fölvirágzott. Na most mi ennek a nosztalgiájából utazzunk mind a mai napig, és ugye 90 után minden lerombolódott, azzal, hogy megváltozott a tulajdonjogi viszonyoknak a helyzete, hogy mindaz, ami állami volt, rengeteget privatizáltak, magánkézbe került, visszaszolgáltatási törvények jöttek be, ezért ugye eltelt egy hosszú időszak, amikor teljesen gazdátlanná vált a gyilkostó, és ez rányomta a bélyegét a turizmusra is, és egyébként a 90-es évek turizmusa, aki emlékszik rá, az nem volt épp a helyzet magaslatán nálunk Romániában. 2000-es évek után indult meg egy olyan fejlődés, amiben azt láttuk, hogy a gazdasági ágazatoknak az egyik legjobban teljesítő részét maga a turizmus jelenteni, és akkor íme itt van a turizmus a gyilkostónál, amit jó volna támogatni, jó volna valamit kezdeni az egész gyilkostó üdülővezettel, és sajnos az utóbbi 20 évben a város túl gyenge volt ahhoz, hogy ezt kellőképpen fel tudja hozni, és ugye maga a körülmények sem voltak a legjobbak azért, azért azt is hozzá kell tenni. Na most persze úgy, mint Szováta, vagy más ilyen üdülő város, vagy akár üdülő telep nem tudott főzárkozni, pedig egy csodás természetről beszélünk itt, természeti lehetőségekről, ám azért az utóbbi 10-15 évben valami megmozdult, mert az látszik, hogy azért a magánszektor azt azért követi a lehetőségeket, és ennek tekintetében azért elindultak fejlesztések. Tehát elindult egy olyan fejlesztés, ami ugye eléggé izolált és eléggé haotikussá kezdett válni, és amint látunk például olyan román üdülővezetekben, mint Predeál, vagy Azuga, vagy Bustény, hogy hiába van ott is kedvező lehetőség, de ott is van egy ilyen káoszszerű fejlesztés, vagy urbanisztikai elképzelés, ami nem a természeti értéknek a javára válik. Na most ugyanezon a gyilkostónál is, hogy azon kaptunk magunkat, hogy azért történtek előre lépések, de azért mégis ez a fejlesztés, vagy ez a fejlődés turisztikai szempontból a gyilkostónál eléggé kaotikus, és nincs gazdája. Még annak ellenére, hogy az önkormányzatnak is ugye vannak itt területei, amit ez a Monturist cég adminisztrál. Na most persze az utóbbi 1-2-3 évben elindult egy másfajta szemlélet, elindult az, hogy akkor hogyan kéne előrelépni, csak ezek az előrelépések is nagyon bátortalanok voltak, és azt látom, hogy azért hiányzik egy transzparencia ebben a rendszerben. Tehát most ugye a gyilkostó amellett, hogy üdülővezet, azért lakóterület is, tehát azért vannak ott, akik állandó lakosok, elég sokan, de inkább költöznek oda is. És ebből a szempontból pedig ugye maga a gyilkostónak az infrastruktúrájának az újjáépítésébe kell gondolkodni, út, vízhálózat, szennyvízhálózat, közvilágítástól kezdődően bármit lehet itt érteni, hogy akkor egy új rendszert lehessen új rendszer kereteit lehessen akkor leszögezni, hogy akkor a gyilkostó, mint üdülővezet, az merre tart a következő évtizedekben. Én most azt látom, hogy elindult egy munka, elindult egy új szemlélet. Egyelőre most egy rendteremtés zajlik a gyilkostónál, ami most kezdődött el 1-2 hónapja azzal, hogy a Monturizmnál is ugye vezetőségváltás van, és ugyanakkor pedig elindulnak azok a fejlesztési folyamatok, amelyeket az elődeim valamilyen szinten előkészítettek, de a neheze csak most következik, hiszen ezekben az előkészítésekben azért elmaradtak olyan lépések, amiket most gyorsan meg kell tegyünk. Itt értem az ivóvíz és a szennyvízhálózatnak a kiépítése, de ugyanígy itt van a közvilágítás is, amit aztán egy picit részletesebben mindjárt ki fogok bontani. A Monturistot emlegettem. A tanácsülésen is elhangzott, hogy a város szeretne élni, tovább szeretne éltetni és virágoztatni a Monturist Kft-t. Erre a magyar féllel milyen megállapodás történt, milyen előrelépés van ebben a témában, hogyan tovább? Mindkettőjüktől kérdezem, aki többet tud válaszol. Igen, tehát ugye az önkormányzatnak a szándék az, hogy a többségi tulajdon az önkormányzathoz visszakerüljön, ezáltal 100%-os tulajdonossá válnénk. Egészen másképp tudnánk akkor a Monturisttal foglalkozni, akár pályázati szinten is. Hogyha azt nézzük, hogy valamit szeretnénk fejleszteni, akkor nem kell mindig megkérdezni, hogy beleegyeztek, nem egyeztek, tehát sokkal gördülékenyebben működnének a döntések is. Erre az ötödik kerület, hogy a többségi tulajdonost visszavásároljuk, nyitottak. Ugye most itt volt ez a
pandémia időszak, amikor nehezen lehetett kimenni, vagy ők nehezen tudtak idejönni, tehát ez kicsit most itt nehezebb volt, de telefonon beszélgettünk, és továbbiakban is fogjuk folytatni ezeket a beszélgetéseket. Most viszont már lehet szabad a határ, lehet jönni, menni, személyes találkozásokra lesz-e, egyeztettek-e, hogy lesz-e, hogy akkor fejleménye is legyen ennek, lehessen konkrétan tervezni a gyilkostóval, Monturiszt szempontból is. Tehát a Monturiszt az egy cég. A Monturisztnak ugye a tulajdonosa az 5. kerület, a budapesti önkormányzat, Takitási városunk, illetve mi a többség mellett a legtöbb részvénnyel rendelkező, és egy nagyon elenyésző kis része pedig a volt városgazdálkodási az IGO, tehát a városgazdálkodási cég, aminek most a részvényeit egy csődeljáró biztos kezeli. Na most ugye bármilyen határozat születik, akkor ez a három entitás kell eldöntse, persze a többségi tulajdonos az 5. kerület. Ugye a tavaly volt egy olyan, az a régi városvezetés részéről, hogy akkor megszüntetik ezt a céget, és a tavaly augusztusban létrejött egy olyan közös budapesti gyűlés, ahol elfogadta a Gyergyószent Miklós vezetésének a kezdeményezését, hogy sokkal jobb, ha megszüntetik ezt a céget. Igen, ám csak azt nem vették figyelembe, hogy ha céget megszüntetik, akkor az annak a cégnél levő összes olyan teher, ami szerződésekből, ugye bizonyos felvállalásokból származik, akkor azok általában áthárulnak a tulajdonosokra is, úgy területestől, mindenestől. Na most ebből a problémából meg úgy láttam a kilépést, amik után átvettük a városvezetést, hogy értelmetlen megszüntetni ezt a céget, hiszen ha vissza is vennénk a területeket, ami az önkormányzatnak a tulajdonában van, tehát ezeket a közterületeket, akkor így is úgy is kell egy újabb entitást létrehozni, hogy kezeljék. Tehát, hogy csak azért felszámoljunk egy céget, hogy létrehozzunk egy másikat, teljesen fölöslegesnek látom, és amint láttuk az IGO-nál is, évekig tartott a felszámolása ennek a cégnek, hiszen még az IGO-i azt hiszem, még most nincs befejezve. Na most ebben meg nincs időnk belemenni, tehát ez óriási időveszteség és pocsékolás lett volna, és akkor jöttünk az ötlettel, hogy akkor, hogyha az 5. kerületnek teher ebben a részesedése, akkor átveszük az ő részvényeit egyáltalán, akkor egyezzünk meg, és kerüljön teljes mértékben a város tulajdonában az a cég, mert így is úgy is azokat a területeket valaki kell kezelje, valaki kell hasznosítsa, valaki azoknak a jövedelmét be kéne hozza is, azt, sőt, mi kell is növelje. Na most ebből a meggondolásból volt tárgyalásunk, személyes tárgyalás, hát telefonon, mert hirtelen akkor ugye még a tavaly november-decemberben nagyon nehezen lehetett közlekedni, akkor volt az 5. kerület polgármesterrel egy beszélgetésem, ahol abba egyeztük meg, hogy akkor ezt a felszámolás ügyét egyáltalán felfüggesszük, és egyelőre pedig akkor egy átmeneti időszakot adunk minden fél számára, hogy ezt a turisztikai szezont átvészeljük, és a jövő évi magyarországi választások után véglegesen rendezzük ezt a tulajdonjogi viszonynak a kérdését. Úgyhogy én úgy hiszem, hogy jó úton vagyunk, tehát ebből továbbra is fenntartjuk azt, hogy akkor mi kiváltjuk a többségi tulajdonrészeket, és akkor gyakorlatilag teljes gazdái leszünk ennek a gyilkostói cégnek, aki ezeknek a területeit kell rendezze. Ugye ezek a területek, ami most pillanatnyilag a tó mellett vannak, ez olyan 1,7 hektáros rész, ugye hát ez az Eldorado, vagy egyáltalán mondhatnám azt, hogy az a Kaliforniája a gyilkostónak, mindenki ott akar árulni, mindenki azt akarja bérelni, mindenki ott akar építkezni. De emellett még vannak máshol is ilyen területek, tehát minden esetre egyértelmű, hogy a mi szándékunk az, hogy a turisztikai szolgáltatásokat minél inkább beerősítsük, és ezeknek a területeknek pedig olyan jövedelme legyen, ami a várost is tudja segíteni. Tehát ez a célunk. Készült egy néhány éve készült egy PUZ, egy zonális városrendezési terv, csak ezekre a részekre. A közeljövőben ezt próbáljuk majd a cégen keresztül megvalósítani, de ezeknek a finanszírozása, ezek mind a cégnek a bevételeiből kell származzanak, tehát hogy nem ad még pluszba pénzt a város, vagy nem ad pluszba pénzt az 5. kerület sem, és éppen ezért, hogy akkor a 21. századi igényeknek megfeleljen turisztikai szempontból, azért próbáljuk, hogy egyre inkább érvényesüljön a gyilkostónak a környezete, és olyan szolgáltatásokkal tudjuk körbevenni ezt az üdülőtelepet, amivel az emberek képesek ott maradni, nem egy tranzit turizmus jellegű 2-3 órára, hanem 1-2 napig maradjon ott,
ugye ezért majd hosszú távon szükséges a sípálya, ugye vannak különböző túraútvonalak, van a Via Ferrata, most is építnek kilátókat, ugye van egy program, ami épp most zajlik, épp a tegnap kellett volna ott helikopterekkel ide-oda pakoljanak a csúcsokra ilyen kilátókat, csak az időjárás nem volt kedvező, ugye ezt elhalasztották. Úgyhogy én úgy érzem, hogy az elkövetkezendő időszakban azért lesznek látványos előrelépések ilyen tekintetében. Tehát a mi városvezetésünknek egyértelmű az üzenete, semmiképp nem mondunk le gyilkostónak egy négyzetcentiméteréről sem, mindent a köztulajdonban akarunk megtartani, és mindent ilyen szempontból akarunk turisztikailag hasznosítani. Ez egy pozitív jövőkép, de maradjunk a jelenben, jelen pillanatban. Miből tud bevételt szerezni magának a Mondturiszt? Gondolom, hogy az új menedzsernek is volt egy ilyen menedzseri terve, amiben ez szerepelhet, hogy akkor mivel lehetne már az idén a turisztikai szezonban, akár parkolók, parkolás, bármi, amivel lehet tőkét szerezni. Tehát amint jelezte, van egy átmeneti időszak. A tanácstestület is úgy szavazta meg, hogy pillanatnyilag az átmeneti időszak egy 6 hónapos mandátumot jelöl, tehát az novemberben vagy októberben, tehát késő ősszel jár le, hogy ezt a szezont túléljük és legyen gazdája ennek a történetnek. Ugyanakkor pedig legyen egy átvilágítása az utóbbi éveknek, mert eléggé káoszszerűen működött ez a cég. Ugye eléggé belekeveredett különböző peres ügyekbe is, amit most nem akarok részletezni. A tény az, hogy úgy érzem, hogy ha van egy transzparencia is, hogyha próbálunk a legalitás talaján állni, akkor van kiút ebbe a helyzetbe. Na most a menedzseri terv tekintetében egyértelmű, a menedzseri terv egy 6 hónapra az túl kevés ahhoz, hogy menedzseri tervet lehessen írni. Itt vannak bizonyos targetek, ami ki van adva, hogy növelni a jövedelem részt, és ugyanakkor pedig valamennyire a magának, a tó körüli környezetnek egy picit esztétikusabbá tétele, gondozása, és egyáltalán az elmaradt munkáknak a befejezése. Tehát ez a legfontosabb, amit... És akkor ugyanúgy a bérbe adott területek, bódék, mindenféle, ami azok legyenek tiszták, legyenek átnézve, tehát hogy ne legyenek kivételezések, és legyen egy egyforma bánásmód az ottan érdekelt viszonteladóknak. Ha pedig szintén ürülnek ilyen helyek, amit szintén ki lehet adni bérbe, akkor pedig ugyanúgy licitszerűen, ahogy a szabályzat mostanig is előírta, és sajnos soha nem tartottak benn, hogy ezeket az újonnan bérbe adható felületeket akkor magát liciten hirdessék ki, adják ki, hogy minél nagyobb bevételek származzanak. Térjünk egy kicsit a beruházásokra. Mi az, amit jelen pillanatban a Gyergyószent Miklós tesz azért, hogy az ott élők életkörülményein javítson, illetve azoknak a kereskedelmi egységeknek a szolgáltatását is tudja javítani, akik Gyergyószent Miklósra adóznak? Hát sok van, tehát most már elég sok minden kezdett elindulni, de... Van egy program, ami a csatorna vízhálózatra gondoltam, amit arra céloztam. Igen, ezt akartam mondani, hogy a legfontosabb az a víz és csatorna hálózat. Ugye az elkezdődött 10 évvel ezelőtt, abba hagyódott, tehát ez lenne a legfontosabb a véleményünk szerint, és beszéltünk több beruházásról is, de hogy a városban is láttuk, hogy akár a Gyíkostónál, az én meglátásom, meg véleményem az, hogy ha már egyet elkezdtünk, akkor azt valahogy tudjuk befejezni. Tehát itt millió egy pályázat van, meg millió egy készül elő, de még egy sem volt átadva mondjuk úgy normálisan, akár hogyha ezt a szabadidőparkot is veszük, még a mai nap nincs átadva, hogy elég sok hiányosságot találunk. Ha Gyilkostót nézzük, le van fektetve a víz és a csatornahálózat, de próba nem volt csinálva, valószínű nem is tartja a nyomást, vagy a vizet. Teljes egészére, ki van építve? Igen, hiányzik a derítőállomás, meg a vízbefogó részek, ezeket fogják most megcsinálni. Ugye a céggel már szerződés meg van kötve, arra várunk, hogy jön, és akkor a gépjeikkel foglalják el ott a helyéket. Én egyelőre ezt látom legfontosabbnak. Ez, hogyha megvan, tehát vállalkozókkal beszélgettünk, a heti rendszerességű fogadórán is kb. 30%-a a Gyilkostótól érkezik, hol a lakóktól, hogy a vállalkozóktól. Mindenki azt mondja, hogy eddig valahogy el voltak felejtve, hanyagolva. Ezen egy picit szeretnénk változtatni, és a legfontosabb dolog, ismétlem, ez a víz és csatornahálózat.
Táncos Barna miniszter úr, amikor itt volt legutóbb látogatáson, azt mondta, hogy ő is besegít, tehát hogy ők is besegítenek a PNRR programon keresztül, a kicsit kell puskázzak, a Nemzeti Újraindító programon keresztül bővíteni a hálózatot. Miről is van szó, és utána még lett-e egyeztetés ebben a témakörben, polgármester úr? Jó, hát ugye ez a PNRR, ez vegyük úgy, mintha a Covid-nak a Marshall terve lenne, úgy most így idézőjelben fogom, aki tudja mi az, hogy Marshall terv. Na most a Marshall terv azért még nincs teljesen kiépülve úgy, hogy akkor pontosan lehet tudni, hogy mit támogatnak belőle. Egyelőre még nagyon is a fő direktívákat szabják meg, tehát ugye azért, hogy aki követi a híreket, a napi híreket, úgy az uniós vagy a romániai nemzeti híreket, akkor épp téma alatt áll, tehát aktuális a dolog. Na most az, amit táncos miniszter úrral megbeszéltünk a helyszíni látogatások során, egyrészt a kanalizálás és az ivóvíz ügye volt terítéken, másrészt pedig az üllepítő gátaknak a takarítása, hogy a gyilkostó ne tűnjön el, és akkor éppen ezért már itt is vannak előrelépések. Ennek tekintetében, és ugye arról is beszéltünk, hogy a jövőre nézve illdomos lenne az, hogy az önkormányzat vegye át a tulajdonjogát, az adminisztratív jogát ezeknek az ülledék kifogó gátaknak, tavaknak, de akkor ugyanígy akkor a gyilkostónak is a kezelését. Na most ezek a tárgyalások persze nem zárultak le, tehát ez egy hosszabb folyamat, hiszen ahhoz, hogy a város tulajdonába átkerüljenek, erre kormányhatározat szükséges, tehát hogy ennek van egy procedúrája, ami a maga módján, ha elindul, akkor majd lesz belőle eredmény, de most még egyelőre nincsen, különben már volt elindítva ugye ezelőtt 10 évvel, csak nem sikerült véglegesíteni. Na most a fejlesztések tekintetében azért annyit el kell mondani, hogy a kollégám elmondta, ugye nagyon rég, és pontosan akkor még Korodi volt a miniszter, ugye annak idején ugyancsak a Környezetvédelmi Minisztérium által biztosított alapokból elindult a gyilkostó kanalizálás ivóvízrendszerének a kiépítése, ami aztán elsikkadt, elmaradt, bedőlt teljesen. Na most az elődeim újra pályázták, hál' Istennek, hogy egy 11 millió lejes a Fejlesztési Minisztérium részéről ez a Penedeléből sikerült 11 millió lejes szerződést aláírni, és ugye a tavaly sikerült kilicitálni, és a kivitelező cég 13 millió lejé kapta meg ezt a munkát. Ez azt jelenti, hogy a 11 mellé még a város egy 2 millió lejes őrészt kell hozzárendeljen. 24 hónapos kifutási ideje van ennek a tervnek. Ez azt jelenti, hogy akkor persze télen azért gondolom a mínusz 20-okban nem lehet dolgozni, tehát azért egy ilyen 2-3 éves folyamat. Én remélem azt, hogy az idén megépül a derítőállomás, többször kimentünk, megnéztük, hogy mik az akadályok, mert ez nem így működik, csak hogy akkor tessék, menjetek is, csináljátok meg, mert ugye át kell adni azokat a terepeket, területeket, amelyekre építkezni fognak. Persze akkor kiderül, hogy nem elég a hely, rosszul volt fölmérve, újra kell mérni, mellé kell vásárolni még egy kicsit, akkor le kell bontani a hidat, akkor máshova kell építeni a hidat, annak van engedélye. Tehát ugye ezek az előkészítő fázisok rettenetesen botlasszák magának a rendes munkának, kivitelezésnek, építkezésnek az elindítását. Ugye hát az ivóvíz és a szennyvízhálózatnak a két végpontját kell megépíteni. Az egyik maga, hogy honnan nyerik az ivóvizet, ez a tó fejéből, tehát ahogy beérünk a gyilkostónál is van a nagy kanyar, na azon belül, hát valamikor a gyilkostó része volt, most már egy ilyen mocsaras terület, na most pont a mocsaras terület közepébe tervezték be, hogy onnan kutat fúrnak és onnan nyerik az ivóvizet, ahol meg az a gond, hogy az építkezést most azért nem tudjuk rögtön elkezdeni, mert annyira mocsaras, hogy a nehéz gépekkel nem tudják megközelíteni. Tehát, hogy vannak ilyen lehetetlen helyzetek, mint ahogy megszoktuk Gyergyószeg Miklóson, ezt próbáljuk orvosolni, hogy esetleg ezek a területeket egy kicsit a szárazabb részre próbáljuk átpozícionálni, és most ezen vagyunk egyébként. Ugyanakkor pedig ugye innen pompával majd főnyomják itt ciszternákba, ahonnan majd szabad eséssel az egész gyilkostónak a vízellátása eljut minden olyan panzióhoz, turisztikai egységhez, magánházhoz, amely még akár magaslatra is épül. Na most ezt is eléggé magasra kellett megtervezni. Itt meg most az a gond, hogy eléggé meredek a ciszternákhoz felvezető út, ott megint a munkagépek nehezen fogják megközelíteni, lehet, hogy oda eleve, amíg az építkezés zajlik, oda is új utat kell kiépíteni. Tehát, hogy ezt csak azért mondom, hogy lehessen látni, hogy rengeteg ága-boga van ennek a problémának. Ha mindezek meglesznek,
az ülepítő, a ciszterna, a víznyerő állomás, akkor azokat még össze kell kötni, akkor a vezetékeket össze kell kötni, ki kell próbálni, és hát ha, akkor minden jól fog működni, mondjuk 2-3 év múlva, és akkor beszélhetjük azt, hogy igen, lehet hoteleket, lehet szállodákat, lehet fogadókat, lehet panziókat építeni. Mert amíg ez az alap követelmény nem lesz meg, addig nem lehet valójában turisztikai fejlesztésről beszélni. Jelen pillanatban hogy tudják az ottani szolgáltatók megoldani a vízellátás kutakból működik, vagy az a rendszer, ami van, az úgy elégséges? Tehát van egy kommunizmusból örökölt rendszer, ami mondhatom azt, hogy nem hivatalos. Tehát gyakorlatilag nem lehet ivóvízként használni a gyilkostói csapvizet, hogy így fogalmazzak, hanem maximum arra, hogy öblíteni, mosogatni, egyáltalán, hogy valami víz legyen itt-ott, olyan szinten lehet használni. Na most persze ugyanígy, hogy a derítő állomás hiánya miatt mindenki úgy oldja meg a szennyvíznek a kérdését, ahogy tudja, ezért elég sokszor büntetett a környezetvédelmi őrség is. Tehát, hogy ezek eléggé akut és eléggé súlyos problémák, amelyeket csak ezzel a fejlesztéssel lehet megoldani. Tehát ugye pont a tegnap voltak a szakemberek a helyszínen, megnéztük a két gátat, körülbelül a felmérés szerint 30 ezer köbméter hordalékra lehet számítani, és meg kell találjuk azt a az önkormányzati területet, ahol ezt a törmeléket el lehet szállítani. Sajnos a gyíkostonál egy akkora területtel nem rendelkezünk, tehát akkor meg kell nézzük, hogy esetleg a közbirtokosság vagy a Vaslábi önkormányzatnak van olyan területe. Folyamatban van. Tehát úgy néz ki, hogy szándék van rá, meg kell nézni, hogy milyen megoldásokat találunk olyan értelemben, hogy kivitelezhető is legyen. Na, de hát beszélhetünk az útról is, ugye? Az is egy nagy kérdés. Szörnyel. Maga a megközelíthetőség is, ami mondjuk nem a várost érinti kimondottan, vagy a Nemzeti Útügyhöz tartozik, de a gyilkostó két táblája között az útról. Tehát a gyilkostó két táblája között levő útszakasz, ami több mint 2 kilométer, az olyan, mint bármelyik Gyergyószent Miklósi utca, tehát ugyanabban a rangban, kategóriában van. Na most ugye rettenetesen tönkre mentek ezek az utak, tehát tavasszal tényleg akkor a kráterek voltak, hogy akár ilyen sok kis gyilkostót lehetett volna beleképzelni. Na most ahogy az idő engedte, próbáltunk javítani a mi erőnkből, hogy hideg aszfalttal, törtkővel, amennyire lehet próbáltuk járhatóvá tenni, gyakorlatilag próbáltuk balesetmentessé tenni ezt az utat, és valamilyen szinten sikerült most így előkészíteni a tavaszra, de az idén ezekre a nagyon elkopott, tönkrement felületekre azért összefüggő aszfalt szőnyeget szeretnénk tenni az önkormányzatnak a költségvetéséből. Ez most nem lesz a 2,5 kilométer egyszerre aszfaltozva, ott, ahol nagyon sürgős, pár ezer négyzetméternyi aszfaltot próbálunk kiteríteni majd most itt a nyár elején, csak már legyen nyár, ugye, most van egy másik ilyen problémánk, és akkor úgy hiszem, hogy akkor valamilyen szempontból használható. Az országos út, ugye azon kívül, aki most már járt kelet fele, Moldva fele, azért látta azt, hogy azért folynak ezek a javítási munkálatok, tehát azért valamennyire azért sokkal inkább használhatóbbá teszik ezeket az utakat. Nem lesz új út, de azért javítják, és úgy érzem, hogy azért a turisztikai szezonban azért csak lehet használni az utat, tehát hogy azért nem olyan katasztrofális állapotok lesznek, mint ahogy a tél után láttuk, hogy milyen. Tehát javítják, gondolom, hogy pár héten belül befejezik ezeket a javításokat, és akkor egy kényelmesebben lehet közlekedni a gyilkostóhoz. A másik probléma ebben ugye ott van a közvilágítás kérdése. Rég voltam gyilkostón estekint sötétbe, hál' Istennek alkalmam volt, nem olyan rég, és olyan este 11 órakor vagy 10 órakor, ugye ez még most nem is olyan rég, amikor ugye a kiállási tilalom úgymond felszabadult, direkt kimentem, hogy nézzem meg, hogy áll a közvilágítás, hát nagyon gyatra, nagyon rossz, tehát ott is újítani kell, és ugye a városnak a közvilágítási felújítási programjába be se tették, illetve ott marad meg most már egy olyan fölösleges összeg, amit akkor ezt teljes mértékben a gyilkostónak szintén a közvilágítási rehabilitációjára fogunk fordítani. Az valószínűleg a jövő év lesz, mert most fogjuk terveztetni, egyáltalán most fogjuk átnézni, hogy akkor ebben a rendszerben mi lesz. Úgyhogy ha tehát a víz, kanalizálás, közvilágítás és az utak rendbe jönnek, akkor ezek az alapfeltételek adva vannak, hogy merjünk egy kicsit komolyabban beszélni arról, hogy akkor a
turisztikai fejlesztések területén mit fogunk elkövetni. Jó, és jönnek a parkoló problémák, jönnek a turisztikai szolgáltatás minőségének a problémái, és így tovább. De ezzel mind tervez és számol az önkormányzat, tervek vannak. Mondjam azt, hogy ezekkel a tervekkel számolunk, de ezek már túlmutatnak csak a terven, hanem itt most már intézkedések lesznek olyan szempontból, hogy tényleg fogunk aszfaltozni. Tehát, hogy ezeket a munkálatokat csak el fogjuk az idén végezni. A parkolóhelyek bővítésére is lehet számítani, mert azért van ott probléma bőven. Egy jobb turista szezon, vagy egy-egy jobb nap során nem lehet kapni, útszélen kell megállni. Erre lépéseket tesznek-e? Hát ugye ugyanitt van a Monturistnak, volt a kérdés, miből van jövedelme. Hát ebből is van jövedelme, illetve a Monturist csak arról tud parkoló jövedelmet begyűjteni, ami kezelésében van. De az alatt még sok olyan terület van, ami nem az önkormányzati kezelésben van, magánterületek. Most már van magánparkoló is, nem egy hely, több helyt, hanem itt a koordináció a lényeg, illetve ugye a tranzitturizmus olyan tömegméretűvé válik, hogy egyáltalán az egész völgyet, ha adott ponton parkolókká alakítjuk, sem tudják befogadni azt a rengeteg autót a csúcs szezonban, mondjuk augusztus elején. Tehát nagyon nehéz ezt a kérdést kezelni. Mi próbáljuk, keressük az önkormányzatnak azok a területeit, ahová egyáltalán sikerül majd parkolóhelyeket kiépíteni. Az idén, amit a Monturist kezel, ugye meg van bízva az új igazgatónak, ki van adva, hogy ezeket is valamilyen szempontból használhatóbbá tegye, jobban kiaklázhatóbbá tegye, hogy akkor minél több autót lehessen parkoltatni megfelelő körülmények között. Tehát a parkolóhelyek bővítésében ugye gondolkoztunk, ugye a Gyilkostó egy völgy, és hogyha nyáron jártunk Gyilkoson, akkor azt látjuk, hogy több kilométeres kocsisor van az út mellett. Tehát most egy akkora felületet találni, ahol 2000 autónak a parkolását meg tudjuk oldani, azt nem látom most jelen pillanatban, hogy hol lehetne kivitelezni. Valószínű az marad, hogy a közeljövőben megtalálni azt a megoldást, hogy ott, ahol most állnak, födött lefolyókat kialakítani, és akkor így egy métert jobbra-balra az útat szélesítve így valamilyen parkolási lehetőséget ki lehet eszközni. De az önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyek állapota az milyen? Tehát, hogy mondjuk, hogyha fel van festve, akkor lehet-e, hogy sűrűbben tenni az autókat, vagy ezáltal is helyet nyerni, hogy több autó tudjon Hát ez elférni. Egy korlátolt számú parkolóhely. A panoráma étteremmel szembe levő parkolóhely, az egy 10 férőhelyes, az aszfaltozott. Hogyha a Monturist részét nézzük, akkor tervben van, hogy az a terület le legyen aszfaltozva, ugye akkor kifestés is szükséges. Parkolási árakról beszélhetünk-e már az idei szezonra? A Monturist részéről? Igen. Tehát úgy értettem, hogy 5 lej per nap, tehát ez az információ van jelen pillanatban. Én úgy látom, hogy a Gyilkostónál azért mindenkinek az az érdeke, hogy sok turista legyen, de ezek a turisták élménnyel menjenek el, és visszavárják, tehát hogy visszavárható vendégek legyenek, és éppen ezért ugye, hogy ne csak arról szóljon, hogy az olcsó, minőségtelen dolgokat próbáljuk a legdrágábban eladni, vagy akár szolgáltatásokat, vagy akár tárgyakat, és hogy nincsen megfelelő kezelve a zöldövezet, és nincsen semmi megfelelő. Tehát ez egy hosszú munka lesz, tehát próbáljuk elindítani, de én azt hiszem, hogy az idén már azért, aki nyáron kimegy, azért csak fogja látni azokat a változásnak, azokat az apró nyomait, jelzéseit, amit azért elindítunk. Az út elején vagyunk, én azt mondtam, hogy térjünk erre vissza ősszel is, lássuk, nézzük meg akkor majd a változásokat. Köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, hogy beszélgettünk, és mind visszavárjuk még önkormányzati témákban. Köszönöm a nézőknek a figyelmet, szép estét kívánok, viszontlátásra! Köszönjük a lehetőséget!